Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy a képen is lehet látni, folytatjuk az MX bemutatását, a saját eszközök bemutatását. Én azért hangsúlyoztam ki most azt, hogy saját eszközök bemutatása, mert a finom hangolóval fogunk foglalkozni, ebbe pedig vannak olyan részek, amik a XFCR-nek a részei, tehát egy gombbal eljutsz ahhoz a panelhoz, hogy az XFCR panelt be tudd állítani. Ennyi, tehát ezzel most nem akarok foglalkozni, hiszen azzal foglalkozunk, hogy mi az MX-nek az előnye, mit kaptunk hozzá, milyen programokat kaptunk hozzá. Na nézzük is meg, a finom hangoló vagy tweakerre fogunk bökni, és elindul. Igen, háttérben ott van egy fájkezelő, ennek oka van. Indíthatsz beállításkor bármilyen egyéb olyan panelt, olyan ablakot, vagy olyan programot, amihez kedved van, de én azt mondom, hogy induljon el valami, amiben vannak ikonok, és lássuk meg az ikonok változását, azaz ezért van a fájkezelő háttérbe, hogy a beállítás, a panel feje, a fejlécek, egyebek, azok látszódjanak, hogy megváltoznak. Oké, tehát csak ez az egy indoka van, hogy ott megy egy fájkezelő. Első fül a panel. A panel ő. Tehát ezzel igazából semmi problémánk nincs. XFCE alatt van egy XFCE panel, ami meglepően XFCE panel néven fut. Azaz ennek a egyszerű beállításait tudod megtenni, meg van egy kis csavar is benne, amire érdemes figyelni. No, kezdjük is! Hol helyezkedjen el a panel? Horizontálisan vagy vertikálisan, alul, felül, jobbra-balra nem okozhat gondot. Igazából ez egy kényelmi dolog. Oda dobod át, ahol szeretnéd, de nyilvánvalóan az XFCE panel saját beállításain keresztül is tudod ezt állogatni, odahúzod a panelt, ahol szeretnéd, illetve lebegő módba is, akárhova oda lehet bigyeszteni ezt a panelt. Nagyon kényelmes, nem a legfejlettebb, de aki az XFCE-t használja, biztos, hogy nagyon sokáig tudja úgy használni, hogy nem ütközik bele a korlátaiba. Miért? Mert ez nem csak egy panel, hanem egy panel, amelyre sok kütyüt, widgetet, akármi szözt föl lehet bigyeszteni, akár a gyárilag kapottat, akár az internetről levadászott ilyen beállító dolgokat, mutogató dolgokat, kijelző dolgokat, indító dolgokat, egyebeket rá lehet passzírozni, azaz nem csak egy panel, nesze itt van, és aztán kész, hanem nagyon jól és grafikusan állogatható eszközöket fogunk kapni, azaz professzionális dolog, érdemes kipróbálni, nyilván, hogyha valaki XFCE-t használ, akkor ő kipróbálja, és nem rögvest elvetni, hogy jaj, ez vacak, mert gyárilag ezt kapjuk. Frankó kis panelka. A másik, ami nagyon hiányzik egy XFCE-ből, hogy a panelnak a beállításait el lehessen menteni. Itt rájöttek arra, hogy nyilván egy panel beállítása egy kezdőnek, egy középhaladónak, aki szeret próbálkozni, úgy minden, annak előfordul, hogy hát nem túl egyszerű, mert beállítok valamit, aztán mégse akarom, aztán hogyan fogok visszalépni, hogyan fogok az eredetihez eljutni. Adtak három darab lehetőséget, ami kettő. Gyakorlatilag az egyik, hogy vissza tudod állítani az eredeti beállítást. Nyilvánvalóan a Scale-ből betolja a panel beállítást, a Scale tartalmazza azokat az eredeti beállításokat, amivel indul a géped, amikor feltelepíted, és utána azok ilyen bázisként fognak működni. Ezeket a Scale beállításokat, illetve ezeknek nagy részét kapja meg az új felhasználó is, tehát ez egy alap dolog. Tehát, hogyha nagyon szétbarmoltad, ahogy én szoktam, a panelt, akkor az alapot vissza lehet tolni. A másik, ami a kettes és a hármas lehetőség, le tudod menteni, illetve vissza tudod állítani a panel beállítását. Én most nem mutatom meg, hiszen a mai nap lementettem a panelom beállítását, azaz, amikor olyan nagyobb műtétekre készülök, akkor bizony egy mentést megcsinálok, hogy vissza tudjak oda térni, nehogy az legyen, hogy leszedtem, felraktam, kavartam, és utána már újra kell az egészet a difo, a saját alapbeállításból indítani. Természetesen az XFCE panelnak a beállítását, a konfigurációs fájlait le tudod menteni kézzel is, de gyakorlatilag ez egy kellemes dolog. A következő gondolat az, hogy dock like, oppa,
ilyennel nem szoktunk találkozni, mert az XFCE panelon ilyen nincs. Na hát ez nem a panel része, hanem egy kis beépülő modul, egy widget, egy bigyó. Na ő az. Ő az a futó programokat fogja nekünk megmutatni egy listába. Az, hogy nekem függőleges és másnak vízszintesen van a panel, teljesen mindegy, így szépen ilyen gyorsindító szerűséggel, futó programok közötti válogatással lehet itt dolgokat elvégezni. Na, ennek a beállítását tudod meghívni. Hozzáteszem, ez se egy olyan nagy plusz dolog, hogy hű, most ezt itt és gyorsan meg tudod tenni, hiszen önmagában a panelbeállítás, illetve a widget, a bigyónak a beállításánál meg tudjuk ezt csinálni, tehát nem egy extrém nagy dolog, de kényelmes, hiszen a panel, a panelnak általában 2-3 olyan funkciója van, ami mindenképp kell az embereknek. A mutassa az órát, legyen egy startmenü, meg lássuk a futó programokat, és a panelről tudjunk váltani, azaz, hogyha rábökök a fájkezelőre, akkor legyen szíves már előreugrani, és munkát, a feladatokat elvégezni, ott végre rábögtem, és vissza is tértünk ide. Na, ennek a beállítása nem egy nagy dolog, de itt le tudod olvasni, hogy mit csináljon. Mik azok, amik kellenek, nem utassa a listát, hogyha egy ablak van nyitva, egyéb ilyesmiket lehet megtenni, és ezeket lehet bepipálni, vagy nem. A következő beállítás ők mit adnak meg? Az indikátor típusát, kinézetét és egyéb ilyen dolgokat. Az indikátor nem az egész panelnak a kinézetét változtatja, hanem csak annak a kis pontnak a kinézetét fogja megváltoztatni. Most pontra van állítva, most átteszem ilyenre, egy kicsit hosszabb lett, átteszem bárra, hosszabb lett. Látható, azt hiszem egyértelmű az, ami számunkra fontos, ott van valami, ami valamit jelez. Itt beállíthatod, hogy ha az indikátor aktív vagy inaktív, milyen színe legyen, és ha aktív a indikátor, tehát az a ablak van nyitva, amit ő ott jelez, akkor ilyen lesz, ha pedig éppen deaktív, akkor ilyen lesz. A színeken természetesen tudsz változtatni, így már rögtön észre is lehet venni, hogy az indikátor ablak, ez a kis ablakocska, ami éppen nyitva van, az bizony aktív, ha átváltok ide a eredeti beállító panelra, akkor pedig az lesz aktív. Na vissza ide, azt hiszem túl is beszéltük. A ikonoknak a méretét be tudod állítani, általában az ikon méretet felveszi automatikusan arról, amit a panel ad, tehát az egész XFCE panel ad, de hogyha kisebbet, nagyobbat szeretnél, azaz esetleg kisebb ikonokat szeretnél ott látni, mert sok minden van nyitva, és a panelon, az egész panelon már nem fér el meg, széttolja meg, gyorsindítót tettél föl, az összes kütyüt, amit lehet, fölrakosgatál, akkor jobb, ha egy kicsit picibb, és akkor kényszerített méretet fog kapni. A következő beállítás a gyors billentyűt adja meg, nyilvánvalóan ehhez tartozó gyors billentyűzet számomra nem túl izgalmas, az applikációk, a programok, illetve az ablakok közötti váltást, visszaugratásokat lehet megadni, gyakorlatilag ezeket érdemes nem használni. Miért? Mert a szuperhez vannak rendelve, ami eléggé béna dolog, és itt nem tudom megváltoztatni. Miért béna? Azért, mert én gyors billentyűket nagyon sokat használok, és melyik az a váltó billentyű, amihez érdemes valamit rendelni? Hát bizony a szuper, ez nyárilag úgy hívják, hogy Windows billentyű, és egy Windows kép van rajta, de már láttam katalógusba, áruházas katalógusba olyat, amin egy Linux kép van, de gyakorlatilag mindenki tudja a Ctrl és az Alt közötti Windows billentyű. Hát nyilván, hogyha én sok mindent hozzárendelek, akkor már ne legyek megkötve ahhoz, hogy a Windows 1, 2, 3 billentyű kombináció az valamihez hozzá van kötve. Azaz én ezeket nem szoktam használni, nyilvánvalóan azért használom a panelt, ezt a panelt, hogy gyorsan tudjak közte váltogatni és odaugorjon. Ennyi. Az alsó résszel nem fogunk foglalkozni. Miért nem fogunk vele foglalkozni? Mert a panel, a Windows Manager, meg a kinézeti beállítás az az XFCE saját beállítási panelját szedi elő. Ezekről, amikor az MX-ről beszélünk, nem nagyon szeretnék szót ejteni, majd hogyha az XFCE-ről lesz beszélgetés,
akkor ezeket is megnézzük. Nagyjából, nem teljesen, nagyjából ezt a kettő billentyűt, ezt a két lehetőséget, a Windows Manager-t meg a kinézeti beállítást egyértelműen itt is meg tudjuk tenni, szükebb keretek között, de meg tudjuk tenni. A témázás első körben nagyon fontos dolognak tűnik, de gyakorlatilag ez az, amin gyorsan át kell ugorni. Beállítani egy nagyjából olyan sötét vagy világos témát, ami neked kényelmes, a szemedenek kényelmes, a környezeti megvilágításhoz illő témát állítunk, és utána nem törődünk még jó sokáig a témázással. Miért? Mert gyakorlatilag egy kezdő azzal kezd, hogy agyon témáz mindent, mindenfajta témát kipróbál, mindenfajta hátteret kipróbál, lekerekíteni akarja a sarkokat, meg egyéb dolgokat. Nem ez a fontos. Bár az MX nagyon alánk dolgozik, segít nekünk, de nem ez a fontos, a legfontosabb az, hogy sötét, világos, ami a szemednek jó, és utána rendszerbeállításokkal kellene foglalkozni. Értelemszerűen az alábbi gondolatot lehet megtenni. Van egy téma, készletünk. Ezek készletek, ami mindent beállít, majd utána azon tudsz változtatni is, azaz mindent be tudsz állítani. Alapvető témaválaszték, úgy megy, rákattintasz, és kiválasztod, ami kell, és alkalmaz, és megváltozik. Ezt kell nézni, ezeket kell nézni, meg a színeket. Oké, amelyik neked tetszik, arra lépsz, és utána alkalmazra nyomsz. Van világos téma is, természetesen, nehogy valaki azt mondja, hogy csak a számjár, és a világos az nincs, de igenis van. Azaz, visszamegyek ide. Előnézet is lehet, tehát nem kell alkalmazra bökni, hanem előnézetet is kapsz, akkor egy ideig az van, aztán visszaáll. A következő gondolat, ezt nem igazán szoktam használni, mert a gépemen bőven elfér, ami téma nem tetszik, azt le tudod szedegetni. A felhasználói témát, amit összeállítottál, le tudsz szedegetni, illetve a visszavonás gomb van, ami egyértelmű. A téma jelen pillanatban alapesetben három darabból áll. A témából, a Windows Managerből, meg az ikonokból. Na hát a téma az applications szó alatt itt van a kinézet. Hogyan néz ki az ablak bele, milyen színeket tartalmaz, mi az, ami téged érdekel ezek közül, hogy végignézed, ami tetszik, megmarad, azaz az ablak kinézetét fogja neked megadni, a programok kinézetét fogja megadni. Nyilván jó néhány van, illetve lehet is témákat telepíteni, nem szoktam vele időt tölteni. A következő a Windows Manager, hát mi köze van hozzá, hogy Windows Manager, hiszen ez desktop dolog és asztali környezet, nem Windows Manager, de igen, emögött is van egy Windows Manager, ő azt fogja megmondani, hogy az ablak hogyan néz ki, az ablak keret hogyan néz ki, ezt érdemes figyelni, ezen a legfeltűnőbb a kinézet változás, ráböksz, ami éppen látható, ugye? Ráböksz, ami éppen változik, és akkor megváltozott a kinézeti, oké? Egyértelmű kinézeti dolgot állítasz. Fontos, hogy jól nézzen ki, de nem a legfontosabb. Most maradjunk is ennél a szép kis árnyalt dolgoknál. Az ikonok egyértelműen lehet változtatgatni az ikonokat, ami számunkra fontos és jó. Látható, változott, a papírosznál változik. Sok egyforma ikon van, hozzáteszem, pici árnyalatbeli, pici kinézetbeli eltérésekkel, értelemszerűen azt választod, ami neked tetszik, rengeteg van, plusz hogyha éppen olyan kedved van, akkor még bőven fel is tudsz rakosgatni akármennyit, ami neked kell. Nyilvánvalóan olyat választasz, ami tetszik, és azért úgy valahogy bele is simul a környezetbe, azaz ki is néz a dolog valahogy. Nagyon fontos, és erre felhívom a figyelmet, hogy van ilyen magas kontrasztú, eléggé rajzocskás, tehát eléggé egyszerű, akinek esetleg a szeme nem olyan jó, nem igazán jó az, hogy szürke ikon, szürke háttérbe egyéb, hanem ezt tudja választani, gondoltak a látássérültek, vagy akinek egy kicsit a látása rosszabb, inkább így mondom, azokra is, mert hát mindenki egyformán szereti használni, és hogyha
nem tetszik neked az, hogy van egy ilyen akármilyen beállítás, és az ezt adja, és kész, minden be van állítva hozzá, összeraksz egy ilyet, egy ilyet, egy ilyet, és utána le tudod menteni. Tehát nem vagy hozzá kötve a gyárilag adott témához, amihez hozzá van rakva egy ikon, meg egy ablak kinézet, hanem te is le tudod menteni, és a későbbiekbe fel tudod használni. Nagyon szuper, igaz? Nagyon szuper. Kényelmesen elkészítheted, és nem csak kiválaszthatsz egy gyárilag kapott listából olyat, ami nekik tetszik, hanem te is egy kicsit megváltoztathatod. Az FX-je nagyon jól témázható, erre majd lehet, hogy kitérünk egyszer, ezeket a beállításokat egyszer körbejárjuk, és utána már mindenki tudja, hogy mit, hol és hogyan kell pontosítani, szépíteni. A következő a kompozitálásnak a beállítása. A kompozitálás beállítása egy komoly munka. Bár szépészeti, de nagyon el tudod tolni vele a rendszeredet, úgyhogy utána nagyon nehézkesen tudod visszaállogatni, azaz minden beállítást gondolját. Kettő, hogyha a Comptonra, a Picomnak az elődjére szeretnél te választást tenni, azaz azt választod ki, majd megmutatom, hol kell, akkor arra figyelj, hogy annak van egy konfigurációs állománya, abba egy picit jobban tudod állogatni ezeket a dolgokat. Nyilván egyértelmű, hogy te melyiket választod a kettő felajánlott közül, az a te dolgod, mind a kettő totál jó. Vagy esetleg mind a kettőt kidobod, és összeraksz magadnak egy saját rendszert, az egy kicsit haladóbb dolog. Weblank. Ez akkor szükséges, és ezt akkor kell átállítani autóra, hogyha töredezik a képernyőd, nem lejted és széttörik, hanem így görgetés közben rángatást látsz, videó lejátszás közben rángatást látsz, és a kompozitálás, tehát az árnyékok és egyebek nem jól jelennek meg, ki kell kísérletezni, hogy neked melyik a jó. Összenézheted az interneten a leírásokat, de az az igazság, hogy azokon eligazodni időnként nagyon nehéz, olyanokat várnak el a felhasználótól tudásban, ami hát nem egy kezdőnek való szint, de érdemes elolvasni, de itt is gyorsan át tudod állogatni. Kompozitáló XFVM, az XFCE saját bejáratott kompozitálója. Ez egy alapkompozitor. Ez nem lesz olyan, mint például a Picom, vagy a Picomnak a villája, vagy a Compton, vagy egyéb komolyabb, összetettebb és erőforrás igényesebb kompozitálók. Azaz, ezzel nagyon jól el lehet lenni. Én nagyon sokáig használtam az i3VM-et a régebben, Arch alatt, bizony, úgyhogy nem futott kompozitáló, nem volt árnyék, nem volt átlátszóság, ennyi, meg van ennél egyszerűbb kompozitáló is, ami fajék egyszerűséggel beállítható, pár paraméterrel, és utána nincs semmi gond. Azaz, akinek az XFCE saját XFVM, na az összes betűt kimondtam egymás után, ügyes vagyok, bizony nem felel meg, akkor a Comptonra át tudja állítani, meg ki tudja venni, hogy no ne, nincs. Tehát itt alapból le is tudod tiltani, ha nem kell átlátszóság, nem kell picik és vetett árnyék, akkor bőven le tudjuk tiltani. Azaz, nézzük is meg azt, ami számunkra fontos, egy alapbeállítás. Alapbeállítás az árnyékokat, egyebeket, előugró ablakok, árnyékát, meg ilyesmiket tudod te szabályozni, legyen, ne legyen, meg ilyesmit. Pár beállítás, nem egy agysebészet, illetve be tudod állítani az átlátszóságot az inaktív ablakra, a dekorációkra, az aktív ablakra, előugró ablakra az átlátszóságot. Tehát, hogy mennyire látszódjon át. Ahogy lehet látni, engem iszonyatosan zavar, főleg azért, mert elég sok videót rögzítettem képernyőről az utóbbi időbe, és igencsak idegesítő, amikor a háttér, vagy az alatta lévő programot is lehet látni. Oké, én kihúztam teljesen 100%-ra, de értelemszerűen ezeket lehet mozgatni, és akkor úgy látjuk, hogy ott a dekoráció, ő a dekoráció. Tehát ne gondoljunk valami túl nagy dologra, azoknak a átlátszóságát, vagy az inaktív ablakok átlátszóságát tudjuk beállítani,
kényelmesnek tűnik, de igazából engem úgy zavar. Engem úgy zavar, főleg bár a másik monitoron nem látni, de éppen inaktív a felvevő program, és alig lehet belőle látni valamit, mert ő inaktív a másik monitoron, és a háttér úgy áttetszik, így áttetszik rajta, és hát azért nézzük meg, hogy ebbe beleolvasni, ezen nézni valamit nem a legkényelmesebb, de te úgy állogatod, ahogy neked kényelmes. Én ezt jól kidobtam, azaz ezt a részét nem használom. Vetett árnyékok vannak, nem egy durva, ugye, nem egy durva árnyékvetésünk van, és ezeket itt be tudod állítani. Szuper, nem? Na hát, hogyha ez nem tetszik, már azt mondod, hogy ez kevés, akkor oda megyünk a Comptonhoz. Hozzáteszem. Sokan azt mondják, hogy a Picom, a Compton utódja, az sokkal jobb. Igen, véleményem szerint is sokkal jobb, de a Compton se rossz. Tehát ez nem azt jelenti, főleg nem egy Debian stabilágú rendszerbe, hogy az most elavult, vagy vacak, vagy hibás. Csak azt már továbbfejlesztették Picom néven, és aki azt akarja, azt is bele tudja ebbe, hogyha gondolja barkácsolni, de totál fölösleges, mert ezen a panelon keresztül nem tudja beállítani, és azért annak a beállítása, a kivételek, az egyebek beállogatása nem 5 perc. Higgyétek nekem el, kipróbáltam. Na, lényeg, Compton! Hogyan lehet előkeríteni? Természetesen beállítjuk, nyilván láthatod, hogy a setting megváltozott. Ha átváltottál Comptonra, természetesen alkalmazra bökünk, és a settinget elindítjuk magyar. Ha véletlenül neked nem magyar, akkor értelemszerűen felmész a tárolóba, csomagkezelő programmal, természetesen, tehát elindítod az MX csomagkezelőt, a fő tárolóból rákeresel a Compton szóra, és akkor ott lesz egy telepíthető nyelvi fájl, ami bármelyik ismert nyelvhez jó lesz, azaz neked, ha magyar a beállításod, akkor magyarul fog beszélni, kényelmesen, kényelmesebb, sokkal kényelmesebb. Nézzük meg azt a dolgot, ami fontos, bármit elolvasol, és bármit tudsz állítani, nem fogom felsorolni magyar. Az árnyékok fontosak, az árnyék színe, nyilvánvalóan ne hupi lila legyen egy zöld háttérnél, bár elég szépen néz ki, de egy idő után megunja az ember, az árnyék áttetszősége és az árnyék méretét is be tudod állítani. Ki kell próbálni, hogy a mínusz 7 vagy a plusz 7 melyik irányba mozgatja el az árnyékot. Nagyon-nagyon kényelmes áttetszőség, az előbb csúszkával állogattuk az áttetszőséget. Itt természetesen 0-tól 1-ig való mozgatás lesz. Megadod numerikusan, vagy fel-le nyomkodod a gombokat, kényelmesen beállítható, ráadásul nagyon kényelmes, hogy alkalmaz után látod is az átállított értéket. Áttűnések váltásnál áttűnési hatás, ez egy hatás, hogyha váltasz ablakot, akkor ő bizony áttűnik, egy picit ilyen dekoratívvá teszi a gondolatokat, és annak a kinézetét, idejét, egyebeket tudod beállítani. Ez inkább ilyen kísérletezzük ki, nekem mi tetszik. Felkiáltású dolog, tehát ez nem olyan, hogy ad valakinek egy értéket, és utána jó lesz, hanem magadnak egy kicsit piszkálgatod. Ablaknyitásnál, zárásnál nincs áttűnés, nyilván, hogyha ablakot szeretnél nyitni, akkor értelemszerűen legyen ilyen áttűnés, vagy nem. Na hát azt hiszem, itt az áttetszőségnél, árnyéknál én bizony valamit elállítottam az előbb, de visszamegyünk feketére, leokézzük, és alkalmazra bökünk, és akkor már is az árnyékok elég durván látszódnak. Arra mindenképp kell figyelni, például a Conkinál, hogy a Compton kivételeinél be legyen állítva, hogy ő neki ne legyen árnyékolása, mert szépen leárnyékolta. Láttátok a saját szemetekkel, amikor váltott abban a pillanatban, amikor aplira bögtem, értelemszerűen váltott a színe, megkapta az árnyékolását, mert a Comptonban nincs beállítva az, hogy bizony a Conkinak, hát bizony nem kéne árnyékolásnak lenni, meg egyéb áttűnést megbeszéltük, egyéb képkészítő API, Xrenderer vagy GLX, OpenGL,
kiválaszthatod. Itt is, mint ahogy az előbb mondtam, hogyha problémássá válik a megjelenítés, lehet, hogy ennek a kapcsolónak, a konfigurációs fájlnak egyetlen sorának a megváltoztatásával már helyre is tudod rázni a dolgokat. Következő dolog, alkalmaz, és ennyi, áttűnés, és bezárjuk az egészet, és nagy örömömre visszatérjesszük az XFVM-re, alkalmazra bökünk, visszatér az eredeti dolog, látható, és nem azért mondtam, hogy az XFVM az egyszerűbb, látható, hogy itt azért a Compton, ami egy nagyon komoly kompozitáló, annak a beállítása nem csak ennyiből áll, hogy nyomogatsz és csúszkákat tologatsz, mert az ember első körben nagyon meg tud ijedni, hogyha a konkia mögé odadob egy hátteret, meg árnyékot. Hát bizony, azt be kell állítani a Compton Conf-ba, hogy bizony az jó legyen, az visszamegyek ide, hogy editálni tudjuk, és azért lehet látni, hogy ez egy eléggé rövidke dolog, és itt lehet látni, hogy bizony lehet, hogy a konki be van állítva, de lehet, hogy kis C-vel kell írni, vagy más néven. Azért a honlapon van, bár a Picom beállításáról szó, azt érdemes elolvasgatni, hogyan lehet előkeresgélni azokat, hogy bizony, hogy konki kis C-vel vagy nagy C-vel legyen. Hozzáteszem, nem mindig sikerül beállítani úgy, ahogy szeretnénk, de nagyon jó kis kísérletezési lehetőségeket ad a Compton. Nagyon jó cucc, tehát nem XFVM kompozitáló, ami viszonylag egyszerű beállítás, hiszen hogyha erre megyünk, akkor látjuk, hogy hát bizony a settingnek a beállítása egy panel, a Comptoné több panel, és még konfigurációs fájlt sem kapsz, amit piszkálhatsz, és a leírások olvasása, ez nagyon fontos, akár a Picomnál, akár a Comptonnál, hogy mit, hol és hogyan kell állogatni. Oké, okay. Ha a kinézetet teljesen tönkretettük, meg beállítottuk olyanra jó hosszú idő alatt, amilyen nekünk tetszik, kivételeket, egyebeket beállogattuk, utána jöhet a fontos dolog. Mi? A felbontás és egyéb olyan, ami számunkra fontos. Hiába szépen néz ki a képernyőnk, és van minden programhoz saját árnyék beállítva, van rá lehetőség, de azért az nem az, amit mi nézzünk, hanem a monitort nézzünk, a felbontást és egyebeket. Display. Na hát, a GTK skálázását meg tudod adni, nyilván ezen tudsz állítani, és akkor nagyobb lesz, illetve kisebb lesz a skálázás. Ez XFCE alatt biztosan működik, természetesen, ebben nincs semmi gond. A lényeg az, hogy hát bizony át kell gondolni, mit, hogyan állogatunk. Én azt javaslom, hogy ezt hagyd egyesen, illetve a következő gondolat az, hogy kiválasztod a monitorodat, értelemszerűen kiválasztod, hogy melyik monitor, felbontás, X-Rand, tehát a háttérben működő terminálos eszköz, ami a felbontásokat, egyebeket állogatja, annak a skálázását is be tudod állítani, az már egy globálisabb beállítás, és nem csak az GTK területen fog működni, alkalmaz, nyilván a felbontás közül kiválasztod azt, ami éppen számodra fontos, nem változtatok felbontást, mert akkor a felvétel nem fog működni, illetve már megnéztük, hogy van ilyen szoftveres, sötétítő, világosító dolog, itt is tudsz sötétíteni, illetve világosítani és menteni. Múltkor volt egy olyan, hogy ide tett egy kis kütyüt, és ott volt ilyen csuszka. Ugyanez fogja megtenni. Azaz be tudod állítani, ha már két monitorod van, annak a pozícióját, látható, hogy nekem két monitor van most csatlakoztatva, a pozícióját nem állítja be. Itt kell egy olyan dolgot tenni, természetesen egyértelműen ezt mindenki tudja, hogy nyitunk egy terminált, és beírjuk, hogy arrandr. Oké, és nincs. Akkor beírjuk, hogy sudo apt install arrandr. Én alapból árcsalat rögtön felteszem, ezzel állítok be bármit, ilyen téren,
megadjuk a jelszót, és fölkínozza, fölment, megadjuk neki az arandot, nyílbillentyű fölfele nyomogatásával, lefele nyomogatásával a historiba tudunk menni, és látható, megjelent a arand, beállító panel, ahol egymáshoz való viszonyulását is a monitoroknak meg tudod adni, jobboldali, baloldali legyen az, ami jobb oldalt van és baloldalt, rákattintva meg tudod adni, hogy bekapcsol, elsődleges felbontás, tájolás, azaz, hát bizony eléggé szépen be tudod állítani bármit, nézetbe, illetve pipával le tudod menteni, elindítod ezt a kis felületet, és megváltozik a felbontásod, ha pedig éppen úgy szeretnéd beállítani a monitorjaidat, akkor ezt a kis scriptet, amit lementéssel, ezzel a kis lementéssel valóban le tudod menteni, értelemszerűen el kell indítani akkor, amikor indul a gép, azaz az autostartba bele kell gyömöszölni. Na hát erről is van, mármint az arandról is, illetve a autostart lehetőségekről is cikk a honlapomon, ha szeretnéd, olvasd el. Oké, ez egy kis kitérő volt, elnézést mindenkitől. Config opció, hát bizony itt eléggé szépen be tudod állogatni azokat a dolgokat, amit máshol is be tudsz állogatni. Gyakorlatilag a tunárnak a jobb klikkes cuccait rezetelni tudod, hogyha már a tunár, ez a fájlkezelő, bemutatom, ő az, gondolom mindenki ismeri, aki XFCE-t használ, többi is ugyanígy néz ki egyébként, vannak benne mappák meg feliratok, azt tudod lerezetelni, szeretnéd engedélyezni az egyklikkes megoldást a desktopon, ne kétszer kelljen klikkelni, ha ezt tetszik, oké, ha nem tetszik, úgyis jó, az egyklikkes megoldás a tunár fájlkezelőbe beállítható, itt is, meg otthon is, mármint a tunárba is, engedélyezed a desktop zoomot, tehát egy zoomolási lehetőséget szeretnél az asztalra, én ezt villámgyorsan kiveszem, mert engem nagyon szokott zavarni, egyéb dolgokat is be tudsz állítani, ami nagyon fontos, és ezt nagyon gondold át, mert eléggé jól le tudod fagyasztani a gépedet, hogyha rosszul döntesz, nem olvasod el, hogy mi van ideírva, logout menübe engedélyezni szeretnéd a hibernálást, vagy nem, akkor engedélyezd a hibernálást, hogyha a swapod nagyobb, vagy egyenlő, mint a RAM-od mennyisége. Nálam nem így van, azért nincs ott bent pipa. Oké? Tehát erre figyelj, mert akkor a memóriában lévő dolgokat a swapra írja ki, tehát a merevlemezre írja ki, és akkor a hibernációból vissza tud térni a géped. De hogyha ez kevesebb, tehát a swap területed, mint a RAM, akkor előfordulhat, hogy a RAM-ba több cucc van, mint a swap terület, és akkor gondjai lehetnek a gépnek. Nem kéne ezzel killódni, hogyha éppen tudod, hogy 6 gigabájtnyi swapot csinált, és bizony neked 16 gigabájtos a memóriát, mondtam egy példát, azaz erre nagyon figyelj, és hogyha ilyen telepítéskor eszedbe jut, akkor már ott légy szíves nem az automata beállítást használni, hanem kézzel particionálni, megfelelő mennyiségű swapot adni a gépednek, persze lemezterületből ez lefogy, eltűnik értelemszerűen, hiszen azt használja, de erre figyelni kell. Oké, tehát nagyjából ezeket lehet beállogatni. Nem nagy dolgok, máshol is mennek, de gyakorlatilag kényelmi szempontból jó dolog. Rezetelni tudod a bejelentkező képernyődet, persze tudtuk állogatni, igazából mondtam, hogy teljesen mindegy, de hogyan állítod meg, kinézeti dolog, nekem fekete háttéren a kis add meg a jelszavadat kis panel megjelenik, az bőven jó. A következő, engedélyezni tudod a felcsatolását az internal, tehát belső drivereknek, a nem root usereknek is, tehát aki nincs root joggal ellátva,
fel tud csatolni bármely belső lemezt, nem kéne engedélyezni. Nyilvánvalóan azért van egy ilyen korlát, hogy a sima user, akinek nincs root joga, az ne csatolgasson fel semmit, ne férjen hozzá olyan merev lemezhez, SSD-hez, amihez aztán nincs köze. Ha lenne köze, akkor megadtuk volna neki az engedélyt. A kernel sandboxot hagyjuk így, profi felhasználói cucc, ehhez nem fogunk hozzányúlni, illetve akinek AMD GPU-ja van, AMD gyártmányú videokártyája, vagy benne a processzorban van a videó lejátszó, ő neki, hogyha esetleg szaggat a lejátszás, a videó lejátszás egyéb görgetés, ezt a funkciót érdemes bepipálni, illetve itt is lehet látni, hogy azért az LTC X11 XORG Conf D per 20 AMD Conf fájnak meg kell lenni, azaz én ezt kiveszem, mert én azt a fájt létrehoztam és saját magam, technikai leírás segítségével létrehoztam ezeket a bejegyzéseket, mert nekem úgy kényelmesebb volt, ha véletlenül AMD-s vagy, és a videokártyád AMD, és rángat a gép, szaggat a gép, akkor természetesen ezt be tudod pipálni, anélkül, hogy te elmennél az internetre és összekeresnéd, hogy létre kell hozni ezt, és mit kell beleírni. Oké, ez nagyon kényelmes. A passwordot, hogy a user, tehát hogyha jelszót kér a gép tőlem, mint Laci felhasználó, és szeretnék emelt jogot beszerezni, akkor megkérdezi a jelszót, hogy a userét vagy a rootét kell megadni. Én azt mondom, hogy számomra teljesen mindegy, hogy melyik, neked meg el kell dönteni. Egy felhasználó van a gépen, akkor teljesen mindegy. Akkor teljesen mindegy, már ha több felhasználó van, persze kérdés az, hogy a többi felhasználónak megadta-e a sudójogot, na lényeg az, hogy akkor ők a saját jelszavukkal tudjanak emelt joghoz férni, vagy a root jelszóval tudjanak emelt joghoz férni. Nyilvánvalóan kényelmesebb az, hogyha saját jelszavukkal tudnak hozzáférni, mert akkor az emelt jogú felhasználó jelszavát nem tudják, tehát nem kapják meg az adminisztratív jelszót, csak a saját jelszavukkal kapnak egy korlátozható emelt jogot. De nem kapják meg a rootnak a jelszavát, azaz le tudsz tiltani olyan részeket, amihez ők nem férnek, azaz át kell gondolni, kell vagy nem kell. Egy felhasználónál teljesen mindegy. Oké, és utána alkalmaz, majd becsukjuk. No hát ennyit tud a finom hangoló Atvék. Nem csodafegyver, de igencsak kényelmessé tudja tenni a beállítást. A Compton beállítása szó-szó. Az nagyon szűk, illetve a tudáshoz, a Compton tudásához képest szűk. Nincs kivételbeállítás, nincs extra beállítási lehetőség, tehát hogy egy darab akármilyen típusú ablakhoz, vagy inkább így mondom, programhoz rendeljél dolgokat, PIKOM leírás honlapon, nagyjából ez Compton leírás az interneten nagyjából, átfedi ezeket a dolgokat, mind a kettő nagyjából ugyanúgy működik, kis eltérése. Na lényeg, ehhez egy kicsit kevéske, de gyakorlatilag alapbeállításokat még ennél is meg tudunk tenni, annélkül, hogy agyonolvasnánk a leírást, mert egy csuszka eltolása, vagy a számok lefő léptetése, vagy egy pipa be, vagy kirakása, főleg mert a Compton egy jó öreg cucc, atomstabil nagyjából, meg azért magyarul is van ott ugye felület, mert oda megyünk a telepítőhöz és feltelepítjük, akkor már be tudjuk állítani olyanra, hogy nekünk tetszen, olyan legyen, ami nekem kell, és utána már tovább tudunk lépni. A többi meg viszonylag jó, hiszen a témázásnál megvannak az alapbeállítási lehetőségek, és ahogy mutattam, a finom hangolónál be tudunk a panel, a Windows Manager, meg a szín és egyéb beállításokhoz lépni, és utána már majdnem mindent meg tudunk csinálni, ezen keresztül, a panelon keresztül. Jó dolog, nagyon jó dolog. Nem egy olyan összetett beállítási lehetőség, mint a Linux minten van, természetesen, de kezdőnek professzionális. Semmi olyan hiányosságot nem fog érezni kezdőként, amihez nem tudna ezen keresztül hozzáférni. Na, jó állogatást, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ez egy fontos
beállítási panel, ez nem olyan, mint a dátum idő, hiszen ezeket a dátumidőket egyszer beállítod, az órát egyszer beállítod, aztán hozzá nem kell nyúlni. De a szépészeti beállítás, finom hangolás nagyon fontos, mert a panel olyan legyen, és ott legyen. A kinézet olyan legyen, és ott legyen. A kompozitáló alapeset, alapbeállítások olyanok legyenek, amilyen neked kell. Köszi szépen, sziasztok!